Azért lehetettem örömtáncot, már nem döntöttük össze a disznókerítést. Na, most az van, világ szem előtt elmondom, hogy ez egy demarkációs terület a szomszédommal, aki a horgásztó, halastó. Na most van egy egyesség, hogy a lábon száradtakat kivágom, meg egy útba levőt, hogy ne árnyékolja be az itt képződő elparkosítást. De úgy érzem, hogy az a korrekt, hogy a törzsét
meghagyom a szomszéd úriembernek, odagurítom a lasztalpapgépte mellé. Az ilyen, amire őnek nincs szüksége, hogy ilyen kis botfa, meg alkfa, azok meg mennek be a kazánba. Annyi tisztességes életet kell élni. Ez nem a lopás kategóriája, hanem a normális megegyezés. Most ezt még persze kivágom, csak azért, már ott meg akarom pucolni a tövét. Tudnék, ide még lesz földrátötés, és eltakarom a tuskót, ami majd előbb-utóbb elhumuszolódik, azt az új növények meg majd megeszik. Fölszívják. Itt tartunk most. Most ezek elhúztak. Ja, nem él ez a fűrészen, meg lánc is elment, bár azért itt, ott kell lenni. Na, látod, azért én az, fölmegyek a létre arra, meg ha kell, letérdelek, de nem imádkozni, azt hangsúlyozom, hogy imádkozáshoz van. Megmondom, én azért nem imádkozom, mert egyszer, mikor erőszakkal minisztráltottak, még az 50-es években, mert ugye anyám erőszakultam, meg a nagypapa kedvéért, mert az is ilyen egyháztag volt, vagy mi a rossabb. Aztán elfelejtettem mindig azt a rohadt csöngőt meghúzni, ami most is ott van egyébként, mert a templomon nagy átalakítás nem lett. Bár a Varga Béla elment Amerikába, de lett helyette mindig. Általam tisztelt pap is volt Balatonbogláron, azt úgy hívták, hogy Szöllősi Feri bácsi. Na mindegy. A lényeg az, hogy a kedves nővér segített nekünk beütözni a bozoncunkba, ahogy a minisztrát... Mi volt a nem? Alba. Albába. Alba, régi, a mitől? De aztán elfelejtettem, mint balra menő minisztráns meghúzni a csöngőt. És azért mindig lebasztak érte. Azért lebasztak, és akkor azt már elmeséltem egyszer, hogy hazamentem. Kérdezte, nem mentem minisztrálni, hanem megvártam a misa végét, azt mondjuk, hogy harangoztak, tódult ki a nép, én meg hazaszaladtam. Anyám meg megkérdezte, hogy na, milyen volt a misát, mondom, mind a kiszokott. És ki prédikat? Hát a kiszokott. Ára gyönadtam, azt meséltem a Mátyás néni, hogy jaj, Margit, de milyen aranyos ez az új pap, biztos beválik. Aztán én mindjárt integetettem, akkor húztam el a WC-túl a szőlőbe, nem, kipucultam az udvarra vagy a kárba, hogy menjek, csak hogy mi volt a misén. Aztán akkor megállt, varegált a mosófazékat a főzőkanállal, és akkor megállt, térdepülnöm köllök. Aztán azután nem olyan nagy katolikus vagyok. De leginkább az én első feleségem az, aki nem nagyon ért egyet ebben az eszmével, mert az meg igencsak kislány volt, amikor elfitték neki húsvétre a papnak a járandóságot, egy sonkát, füstölt sonkát. Egyet amit megfüstültek a családnak, mert mi nálunk gyerekkorunkban úgy volt, hogy a mama nem ért rá, hogy elmenne, mert az volt a szokás, hogy a favágítóra tették ki, hogy amikor megy a 10:30-es misa, akkor az áldás rászáll a sunkára. Érted? Na, amit elküldték a feleségemmel a sonkát a papnak, mert hát kulákoknak számítottak, tehát volt egy elvárás, hogy kívánjuk be szállni az eklézsiának, érted? Az én kislányom meg a 6 éves kis törpe lábaival elment, rányított a tisztelendő bácsira, és akkor mondta, hogy a apuka meg a anyuka meg a nagypapa küldte. És akkor hazament, akkor egy mostoha rokonság fogadta ott a családba Bakony Szücsön, hogy biztos lebaszt meg, hogy elmesélem, de az igazat el kell mondani. Azt akkor kérdezte ez az öreg lány, hogy már a rokonságban, hogy mit csinált a tisztelendő bácsi? A asszony lánykorában meg a sunkát evett. Na most ez nagy pénteken volt. Ezek meg nem kaptak, csak lisztes tárcát, egész nap vagy az se. Aki nagyon mélyen tartotta, az semmit nem evett, csak hideg vizet jót. A gyerekek nyekeregtek, legfeljebb kaptak legváros kenyeret, de mikor mondta, hogy a pap bácsi sunkát evett, már rányított az ajtót, azt mondta, mert más is vitt oda neki, már többen vittek, na megért, elraktározni. Erre mi volt a történet?
kapott egy akkora sallert az én kis feleségem lánykorában, hogy a kredenc adta a másikat. Ott azután utálta ezt a mostoha nagymamát, meg a vallásait, hogyan mondjam, egy korábbi szeretetibi ment visszafele valamiért, nem? Azután is meghagyja, de a Szőlősi Feri bácsit azt szerettük. Azt szerettük. Az, hát most úgy mondták akkor, hogy békapop, de ez nem azért ott békapop, mert együttműködött volna egy percig is a rendszerrel, hanem az emberek lelkét megérintette, és köszönt mindenkinek. Még most is előttem van, mikor a kis szatyrába, ő maga ment el két kifliért meg a tájfölér a bódba. Nem várt, hogy odahordjanak neki akármit. És a közéletben is. Jó, akkor ez úgy voltam, hogy a hazafias népfront azért összefogta az embereket, most meg ugye elpartosodtunk teljesen, és akkor itt magukat meg civilnek nevezők, azok meg lefeküdtek egy kormánypolitikai propagandának. Ez itt a probléma. Nem minden. Most azt hozzá akartam tenni, hogy én most céltudatosan utalok egy ilyen békemenetes demonstrációra, mert nyilván vannak civilek úgy a település életében, vagy úgy a filmművészetben, vagy az irodalomban, nyilván most nem ezekről van szó. Ma hallottam egy szerencsétlen hírt, hogy azt mondja, volt akit látogatóim, hogy mennek a Kolbász Fesztiválra, és mondom, milyen vörös kolbász és fehér kolbász fognak enni, mert elpolitizáltak. A tér egyik végében oda ment a Márki-Zay Péter a híváinak valami szösszenetet mondani, és akkor egy nagy molinót kitettek, hogy politika állínak. Akkor hol a rosszabb? Templomba nem lehet. Fideszes városházán nem lehet. Fideszes által irányított kultúrházban nem lehet, akkor hol lehet? A Ganyédomból lehet elmondani, hogy mi a lófaszban ebben az országban? Vagy a Sódor tetején? Én azt is megteszem, ha eljön az ideje. Jaj, azt is nem is mondtam még neked, hogy mondtam, tegnap ugye elmeséltem, hogy sodor van, cement van, vetőmag van, és akkor mivel... Idő nincs. Idő nincs, de azt meg nem mondtam már, hogy hozattam egy kocsi 0-20-as zuzalékot, és mondtam az asszonynak, hogy amíg én itt a kertet építem, addig táregássa áll. Azt ti megállítsinálod, nem táregattál, bár a szőnyeget szőtt, meg állítólag készült a disznőlésre. Tudod, mi az asszonynál a disznőlésre? Hogy nekem fél óra, amikor elmondja, hogy tudod-e, hogy gyújtsd el korábban, a tüzet meg a satöbbi. Mondom, jó, nem kell, majd reggel majd megoldjuk, ne idegeskedj annyira. Na, örülök, hogy tegnap is itt voltál meg máma, és gyere, vigyél egy kis kóstulót. Tudom, hogy ti nem eszitek ezt a rohadt mocskos húst, mert nem, a disznóhús kimegy a divatba, úgy látszik ebbe az országba. A tészta megy, meg a csirkemálfilé. Ja, meg a forhat, az egyértelmű, hát ezt ide hagyjuk. Tehát meg meghagyom már borsukorról. Milyen anyag az? Az a kecskefűz, hát rakettje, barka, a szentülésre, amit visznek. Már megjelentek a tatabányai kisvállalkozóknak, kisteherautóba, és szedik ezt az ágat. Én meg kivágtam előlük, mikor az árok ki volt száradva, biztos, hogy szidják a valagamat, ha bekülnek itt menni most az anózba, ott megérik már fölérni. Már itt kényelmes volt, érted, hogy leszedni. De én meg azért vágtam le a vízárokból, itt a kis hídnál majd látod bemetszer, tőlék, hogy be lehessen látni itt a kanyarodások véget. Ugye szűk az az út, hogy észleljék egymást a szemben jövő közlekedők, hát meg a másik oldaliak. Aztán akkor az be van pusvízva a vékonya, az apraja így van, az majd megy oda a sztéka alá, azt már nem hiszem, hogy becsomagolom,
ezeket majd viszem le a tűzre, hova a parázsba nyársan is elég, az a borsókorú, azt meg az ásta elfogyott, ezt a így félbehagytam, azt akkor bementem és megnéztem a filmet. Még nem is tudtam, hogy fölvalasztam, már 20 000 voltak rajta. És hányan vannak rajta? Most az előtt néztem, szerintem bemegyünk 250 000 ember átgörgetett rajta, de van 120 hozzászólás. Most ebben, hogy hányan külnek el a jó büdös francba, nem érdekel. Jani Balsinak van egy véleménye, az van. Gyere, ígyunk egy kávét.